Volt egyszer egy nyitott ház címmel tartottak emlékezést és kerekasztal beszélgetést a Dombóvári Művelődési Házban. Balipap Ferencre emlékeztek és a nyitott ház koncepcióról beszélgettek a résztvevők a Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvénysorozat keretében szeptember 23-án. Maga a rendezvény az egy országos esemény, ami nyilván egy kicsit tematizálni szeretné, hogy a művelődési intézményekre jobban figyeljenek, és itt Dombóváron pedig hát a Művelődési Ház ennek az alkalomnak igyekszik megfelelni, és egyúttal a háznak egy kultikus alakja, Balipap Feri, aki az első igazgató volt ebben az új épületben, ő ma lenne 75 éves, tehát ennek a születésnapja is van, gondolom, hogy ezt is azért majd megemlítjük. Amiről most mi a délelőtt során, amire kértek bennünket, hogy azok az emberek, akik régen, amikor ez a Művelődési Ház átadásra került, volt egy szakmai megújító mozgalom, a Nyitott Ház kísérlet, és akik ebben részt vettünk, és még élünk, mert azért eléggé fogynak körülöttünk az emberek, hogy jöjjünk el és beszéljünk erről egy kicsit egymással is, meg hát akik érdeklődők vannak azokkal. Ez azt jelentette, hogy a Művelődési Házaknak egy hagyományos tevékenységet próbálta megújítani, mindenütt a települési adottsághoz igazítva, tehát ugyanez egy országos kezdeményezés volt, de teljesen más volt a helyzet a Nógrád megyei Magyar Nándorban, Dombóváron, ami egy történelmi város, Budapest Újpalotán, ami egy lakótelep, és mondjuk Zala-Szentgróton, ami egy másik típusú város, és mindenütt azokat a sajátosságokat kellett megtalálni a kollégáknak, és ez ott a Nyitott Ház kísérletnek az érdeme, ami a településen sajátos arculatot ad, és ami az ott élő embereknek az igazi mindennapi problémája, és hogy lehet kinyitni, és az ünnepnapi kultúrából a mindennapibbá tenni a Művelődési Házat. Illetve a Nyitott Ház azt is jelentett, hogy a ház gyakran kiment a területre, a településre, és ott próbált mozgósítani embereket, eseményeket szervezni. Nagyjából ennyi. Hogy volt, jó volt közművelődés Dombóváron? Erről szólt a délutáni beszélgetés Marcali Ferenc vezetésével. Én 1979 és 89 között ennek a Dombóvári Művelődési Háznak voltam az igazgató helyettese, Balipap Feri volt az igazgató, és amiről beszélgetünk, az a Nyitott Ház kísérletnek a helyi dombóvári megvalósulása. Régi kollégák lesznek itt, illetve olyanokat is hívtunk délután, akik akkor abban az időben közel álltak hozzánk a házhoz. Azt gondolom, pont ez volt az érdekes benne, hogy megteremtett a nyilvánosságnak egy új formáját, egy olyan formáját, ahol a társadalmat érintő kérdéseket meg lehetett kritikus hangon vitatni, tulajdonképpen megadta a lehetőséget az embereknek a szabadság kisköreinek a megteremtésére, ahol autonómként tudtak élni. A mi fő feladatunk, azt gondolom, akkor az volt, hogy a közösségi cselekvést segítsük. Persze volt ebben nyilván politika, mindig ilyen gúzsba kötve kellett táncolni, a gúzsban táncot kellett tulajdonképpen megvalósítani. Izgalmas egy korszak, időszak volt. Ami igazán érdekel most engem, hogy vajon ennek a Nyitott Ház koncepciónak napjainkban milyen megvalósulási formái lehetnek. Ezért is várom kíváncsian a mai napot, hogy meghallgassam erről mások véleményét. Egyesületek tömkelegen, csak a Városszépítő Egyesületet, a Kertvárosi Egyesületet, ha említem, tulajdonképpen helyi újság, a televízió, a helyi televízió ebből nőtt ki. Az első orvosbálnak a megszervezésében benne voltunk még itt a szomszéd iskola aulájában, ami aztán hát azóta már hagyományossá vált. A társadalmi filmforgalmazás során rengeteg nagyon izgalmas beszélgetés zajlott. Különböző folyóiratok, például a Mozgóvilág cikkei kapcsán egy nagyon-nagyon érdekes beszélgetés volt az Kórház üzem címmel például, amire jó szívvel gondolok vissza, és a helyi orvostársadalmat nagyon megmozgatta ilyen rendezvényekre. Kell gondolni ilyen kezdeményezésre. És hát a fiatalok, ugye ez a P-mobil Kartágó Beatrice, most hallottam kollégáktól, hogy a Magyar Zeneházában nekünk írták a dalt Magyarok történeti kiállításon. Van egy néhány soros levelem a Művelődési Ház fejlécével, amit Ferónak, Nagy Ferónak írok,
hogy kedves Feru, a P-Mobil meg a HIT koncert, a HIT koncert után, meg előtte is már a közönség kicsit felforgatta a várost, és ezért a Ricse koncertet toljuk el néhány hónappal, amikor csendesednek az indulatok. Ez a korszak is. Ez volt. A beszélgetésen egykori munkatársak emlékeztek az elmúlt évtizedekre, illetve felidézték Bali Pap Ferenc munkásságát, személyiségét.